Az országos jótékonysági vadászaton Tolna vármegyében több mint 100 vadász vett részt 3 különböző helyszínen. Tolna vármegyei vadászok 2023-as esztendőben is kivették a részüket ebből az országos jótékonysági kezdeményezésből, miszerint jótékonysági vadászat keretében támogatást gyűjtünk, és ezekből a támogatásokból hiánypótló orvosi eszközöket vásárolunk a Szekszárdi Kórház gyermekosztálya számára. Amióta Zsiko Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke is az ügy mellé állt, évről évre jobb számadatokat produkál a vármegye. Dr. Varga Imre elmondta, hogy pontosan mire fordították az adományt. Az idei évben is közel 3,5 millió forint körüli támogatási összeget kaptunk a vadásztársaságnak az adományozásából, amiből beleszerzésre került egy olyan gyümölcscukor és laktózcukor érzékenységre, nek a vizsgálatára alkalmas eszköz, ami egy teljesen új, innovatív és gyorsabb vizsgálati lehetőséget biztosít. Mindemellett a gyermekszívgyógyászati szakterületünkön is 2 olyan innovatív eszközt szereztünk be, amivel egy 24 órás vérnyomásmérő mérési lehetőséget tudunk biztosítani, illetve egy 24 órás EKG monitorizálási lehetőséget tudunk a betegek számára biztosítani, és a keretből végezetül pedig beszerzésre került egy olyan videó laringoszkóp, ami ugye egy légútbiztosításhoz, emelt szintű légútbiztosításhoz, egy kamera rendszer segítségével könnyebben, praktikusabban és nem szakavatott kéz is nagyobb biztonsággal tudja ezeknek az ellátást igénylő újszülötteknek a légútbiztosítását biztosítani. Az újonnan vásárolt orvosi eszközökkel sokkal hatékonyabban, gyorsabban és biztosabban tudják gyógyítani a gyermekeket. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott, hogy egy beteg gyermek is sok. Mi már többedik alkalommal szervezték meg Tolna megyében, vagy szerveztük meg a jótékonysági vadászatot, amelynek célja, elsődleges célja az egészségügy támogatása, azon belül is a gyermekosztálynak a támogatása. Én ezt azért tartom fontosnak, mert a vadászok ezzel a jótékonysági rendezvénnyel felhívják a egyéb civil szervezetek számára is azt a társadalmi felelősségvállalást, amit adott esetben más tevékenységgel párhuzamosan is lehet végezni. Ugye a vadászatnak az elsődleges célja a természetvédelem, a vadvédelem, illetve ez egy társas esemény, ahol összejönnek hasonlóan gondolkodó személyek, és ez a fajta esemény kiegészül azzal, hogy egy vadászaton keresztül adományokat gyűjtünk, és ezek az adományok, ezek kézzelfogható, hasznos, adott esetben életet mentő, gyermekek életét mentő adományá válik. A 2023-as évben országszerte 51,2 millió forint gyűlt össze, 1000 vadász részvételével, valamint 300 adományozó jóvoltából.